1993. január 27-e van szerda, egy Laromána nevű romos területen vagyunk, ami keles Spanyolországban található Valenciától délre. Ez egy elhagyatott bokros fás terület romos házakkal, amikbe valamikor éltek, mára viszont elnéptelenedett. A házakat földúton lehet megközelíteni. Gabriel Aquino González nyugdíjas gazda volt, aki közel járt már a 7. X-hez. Volt pár hobbija a nyugdíjas évei alatt, ezek közül az egyik a méhészkedés volt. Gábriel a közelben tartotta a méhkaptárjait, amelyeken a gyermek apósával osztozott. Őt hozé szalasznak hívják, és nagyjából 15 évvel volt fiatalabb Gábrielnél, de láthatóan jól kijöttek egymással. A két férfi egy út végén parkolt le az autójával. Nagyjából délül 10 óra volt, ezért egy kicsit várni szerettek volna, hogy az idő felmelegedjen, mert ők is fáztak, és a méhészkedéshez is hideg volt. Mivel volt idejük, hazészal az úgy döntött, hogy leül egy pillanatra és elszív egy cigarettát. Az idősebb Gábriel egy kicsit ki akarta nyújtani a lábait, ezért elment sétálni a környéken. Körülbelül húsz percig sétált a közeli területen, megkerülve két elhagyott épületet, amik mára üresen álltak. Amikor valami fényes dolgon megakadt a szeme. Gábrián rémülten indult vissza a fiatalabb hozéhoz, akivel félúton találkozott nagyjából vázolta, hogy látott valami csillogót, és a segítségére lenne szüksége. A két férfi óvatosan megközelítette a területet. Láthatóan valaki egy árkot vagy gödröt szeretett volna eltüntetni gajakkal és gazzal. Mivel kíváncsiak voltak, hogy mit akartak el, eldobáltak néhány gajat, hogy lássák, mi csillog a sárban. Hozé Szalánál véletlenül volt egy pakli, amelyet a mélykaptárban szokott használni. Ezzel a paklival egy kicsit megkapirgálta a talajt, hogy lássa, mi rejtőzik alatta. Megtalálta azt a fényvisszaverő dolgot, amelyen eredetileg megakadt Gábriel szeme. Ez pedig egy óra volt. Hozi azonban azt is felfedezte, hogy az óra nincs egyedül. Még mindig az a személy viselte, aki két hónappal korábban eltűnt, nagyjából abban az időben, amikor három tínédzser lánynak nyoma veszett a nem messze található alkasszer nevű kisvárosból. Amit Hozé Sala és Gabriel Aquino González aznap talált, az nem csak egy gyilkossági rejtély volt. Ez egy olyan történet, amely sokkolt a Spanyolországot, és megváltoztatta azt, ahogy egy egész ország hozzááll a hasonló esetekhez. Alkasszer egy kisváros a spanyol Valencia tartományban, alig több mint 7000 lakossal. Körülbelül 15 kilométerre délnyugatra fekszik Valencia városától. Kisebb városok helyezkednek el egymástól nem messze. Ezen kisvárosok közül néhányat csak 1-2 kilométer választ el egymástól, így át is lehet sétálni. Alkasszer nagyon közel van a spanyol keleti partokhoz, mindössze 20 percnyi autóútra. A területnek nagyon hosszú történelme van, amely a középkoron túlra nyúlik vissza, a közeli területeken római kori romokat fedeztek fel, és a bizonyítékok azt mutatják, hogy még az ókori germánok is éltek ezen a területen. Egészen 1990-es évek elejéig Alcacer egyáltalán nem volt híres. Egyszerű spanyol kisváros volt. Antonia Gomez Rodriguez Valenciában, Spanyolországban született 1977. május 25-én. A feljegyzések szerint négy gyermek közül ő volt a legfiatalabb, és a nagyanyja után kapta a nevét. Felnőttként a hugával, Luizával osztozott egy szobán, de a bátyjával volt a legjobb a viszonya, akit Fernandónak hívtak. Nem szerette a teljes nevén szólították, így csak a Tonit használta. Tony félénk és szégyenlős, ugyanakkor nagyon kedves és együttérző lány volt. Édesanyja felidézi azt az időszakot, amikor Tony egy cicával érkezett haza, akit az utcán talált, és beleegyezett, hogy a kismacska velük éljen. Tony úgy gondoskodott az állatról, mint a saját gyermekéről. 1992-ben Tony végzett az iskolával, és abba hagyta a tanulást. Csak arra várt, hogy betöltse a 16. életévét, és elkezdhessen dolgozni és pénzt keresni, mert ruhákat szeretett volna vásárolni. Tony mindig nagyon lelkiismeretes volt, nem maradozott el otthonról úgy, hogy ne értesítette volna a szüleit, ami ellentétben áll a későbbi eseményekkel. Maria Deseada Hernández foch, akit leggyakrabban Desiréként emlegetnek, majdnem egy évvel Tony után született, 1978. februárjában. Csak egy testvére volt, egy Rozána nevű nővére. Felnőve Deziré az atlétikára összpontosított, ahol kiválóan teljesített. Az évszaktól függetlenül valószínűleg részt vett valamilyen versenysportban, ahol gyakran volt első vagy második. Amikor nem éremért vagy trófájáért versenyzett, gyakran görkorcsajázott a városban. Ez volt a kedvenc időtöltése, csak korcsolyázott alkasszer környékén és beszélgetett az emberekkel. Desiree azonban nem volt a legjobb tanuló, 1992-ben 14 éves volt, és a nyolcadikat most járta másodszor. A Desiréhez közel álló emberek nagyon önfejűként emlékeznek rá, határozott személyiséggel, amely vidám, ugyanakkor makacs volt, mint egy átlagos serdülő lány. Miriam Garcia Iborra 1978. július 28-án született, mindössze néhány hónappal Deziré után. A másik két lányjal ellentétben ő volt a legidősebb gyerek, két öccse volt. Ez a két öcs ugyanabba az iskolába járt, mint Deziré. Miriam szépségérő vált ismerté, világos barna haja és kék szeme volt, ami sok fiú figyelmét felkeltette az osztályban. Miriam szabadidejének nagy részét a balettal töltötte, amely 1992-ig a legnagyobb szenvedélye volt. Ekkor Miriam a közeli La Florida intézetbe járt, amely a közeli Katta -Roha városában volt. Ez annyit jelent, hogy Tonyval ellentétben Miriam folytatni akarta a tanulmányait. Mivel azonban most kezdte az iskolát, nem volt ideje sok barátot szerezni, így a hétvégeit gyakran szülővárosi, alkasszeri barátaival töltötte. Tonyhoz hasonlóan Miriam is gyakran félénk és visszafogott volt. Szerette a verseket, amiket írt is és olvasott is. Barátai szerint volt tehetsége a versíráshoz. Ez a három lány, akik mind Valenciában születtek, és Alkasszer kisvárosában nőttek fel, idővel barátok lettek. Az enyhe korkülönbség ellenére, mivel Tony körülbelül egy évvel volt idősebb a másik kettőnél, jól kijöttek egymással. Volt egy másik barátjuk is, egy Eszter Diaz Martinez nevű lány. 1992. novemberében Eszter kezdte betegnek érezni magát, ami megakadályozta, hogy a többi lányjal lógjon. Mivel egész családja egy influenza félével küzdött, így inkább hanyagolta a lányokat. 1992. november 12-én a 15 éves Tony betelefonált a helyi rádióállomáshoz, és egy dal szeretett volna kérni a barátainak, köztük Eszternek, Miriamnek és Dezirének. Ebben a beszélgetésben a rádiós megkérdezi Tonyt, hogy mit fog csinálni a hétvégén. Azt válaszolja, hogy még nem tudja, de nem fog otthon maradni. Tony és családja megőrizte ezt a felvételt ami elég hátborzongató annak tudatában, hogy pár óra múlva nyom eltűnnek. Hola. Hola, dime tu nombre. Tony. Tony, ¿desde dónde, Tony? Desde Alcácer. Desde Alcácer. Tony, ¿cómo llevas tú la tarde de jueves? Pues bien. ¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana, que va a empezar el fin de semana o qué? No sé, Aún no lo sabes, ¿no? ¿no? El caso es que en casa no te vas a quedar. No, eso está claro. <laughs> eso está claro. ¿Toñi? Sí. Venga, ¿qué quieres escuchar? Pues el Peter Filling. El Mayor Tom. Sí. ¿No? ¿Y a qué se lo quieres dedicar? A uh, Isabel, a Miriam, a Desi. Sí. Ana, a Maya, Marisa, Melina. Sí. Belén, Esther, Carmen y Cristina. ¿Te la habías apuntado? Sí. Sí, ah, yo es que digo, es que así de memoria yo no me sé tantos nombres de tantos amigos. Voy Oye, a ti, a ti. Ah, pues muchas gracias. Mira, por lo menos. Esta mañana se lo estaba comentando yo a mi novia, que, que no puede ser. Todo el mundo me dedica a temas menos ella. Oye, Toñi, sí. muchas gracias por haber llamado y para ti va el mayor tom de Peter Sillim, ¿vale? Vale. Hasta luego y gracias. es Miriam. El míg az idősebb Tony, mivel nem járt iskolába, másik barátjukkal Eszterrel töltötte a délelőttöt. Valamikor Miriam hazajött az iskolából, ez nagyjából délután kettő körül lehetett. Végül az összes barát Eszter otthonában találkozott. Ez a péntek estén azt tervezték, hogy elmennek egy buliba a szomszédos városba. Pontosabban a Kulor nevű szórakozóhelyre, ahol a lányok osztálytársai bulit rendeztek. Itt valamilyen módon pénzt gyűjtöttek a közelgő osztálykirándulásukra. Ez az éjszakai szórakozóhely, amelyet az esetről szóló összes cikben diszkóként emlegetnek, a szomszédos Pikasszent városban található. Pikasszent szó szerint az autópálya túloldalán van. A két város Valencia szomszédos települése és Alkasszer közepétől Pikasszent közepéig mindössze néhány kilométer, ami pár perc autózás vagy nagyjából fél óra gyaloglás lenne. Minden jel szerint a három lánya a nevű szórakozóhelyre indult. Ez azonban csak később derült ki, mert sajnos nem tudjuk, mi volt a lányok valódi szándéka ezen a péntek estén. Aznap este nagyjából 8 órakor indultak el Eszter barátjuk otthonából, és több szemtanú is látta őket a kullor szórakozó hely felé vezető úton, de oda soha nem érkeztek meg. Ami még érdekesebb, a lányoknak nem volt pénzük, hogy a klubban költsenek, és nem is vásároltak jegyet előre a belépéshez. Tizenéves lányok voltak, akiknek nem volt saját bevételük. Ahhoz, hogy pénzük legyen, a szüleiktől kellett volna kérniük, amit egyikük sem tett meg. A következő néhány évben azonban egy elmélet szerint a lányok a lakóhelyükről alkasszerből próbáltak eljutni a szomszédos Pikasszen településre, hogy egy diszkóba menjenek. És annak ellenére, hogy kevesebb mint pár száz méterrel látták őket a klubtól, soha nem jutottak el a látszólagos céljukhoz. Több szemtanú is látta a három lányt azon az estén, amikor eltűntek, bár az idővonal kissé homályos. Eszter otthona Alkasszer délnyugati részén volt, amely az egyik legközelebbi pont a szomszédos városhoz, Pikatszenthez. Ide tartottak a lányok. Esztertől este nyolc körül indultak el. A lányokat először egy ismerősük vette észre az esti órákban, közel ahhoz az időponthoz, amikor elhagyták Eszter házát. Ez az ismerős egy tínédzser fiú volt, aki ismerte a lányokat. Egy iskolába jártak. Kicsit beszélgettek, majd mindenki folytatta az útját. A lányokkal a folytatott rövid beszélgetése során azonban megkérdezte, hogy aznap este a Kulor nevű klubba mennek-e bulizni. Későbbi vallomása szerint nemet mondtak. Aznap este 8 óra 15 perc körül, amikor Eszter úgy becsült, hogy a barátai elmentek, egy másik ismerősük felidézte, hogy látta őket pár utcával arrébb a járdán ülni. Ez az ismerős egy Francisco José Harvas nevű idősebb fiú volt, aki a barátnőjével autózott. Francisco nem barátkozott a lányokkal, de ismerősök voltak, és felajánlotta, hogy elviszi őket bárhová is tartanak. A három lány elmondta Franciscónak, hogy a kulor szórakozó helyre mennek. Francisco elvitte a lányokat, mert ő is arra ment az autószerelőjéhez, mert szivárgott az üzemanyagtartály az autójában. Azonban érdemes megegyezni, hogy hiába vitte el őket, még mindig egy kicsit távolabb voltak a klubtól. A szerelő, akinél Francisco megállt Pikasszent keleti szélén, még az éjszakai kluba, ahová lányok tartottak, a város nyugati szélén volt. Pikaszen nem egy nagyváros, így ez egy rövid séta lenne. Egy másik szemtanú azt állította, hogy a lányok pikasszente áthaladó főúton sétáltak, amely a szórakozó helyre vitte volna őket. A legmegdöbbentőbb szemtanú vallomása teljesebb független forrásból származott, aki alig néhány nappal azután jelentkezett, hogy a lányokat eltűnnek nyilvánították. Egy 63 éves nő látta a három lányt a Pikasszenti otthona mellett sétálni. Úgy becsülte, hogy az idő nagyjából este nyolc lehetett, ami arra engedt következtetni, hogy a lányok viszonylag gyorsan közeledtek a céljuk felé. Ez az idősebb nő visszaemlékezik arra, hogy látta a lányokat beszállni egy kicsi, négyajtós fehér szedámba, pedig csak pár percre voltak az uticéljuktól. Az idős nő állítása szerint már volt néhány férfi a fehér autóban, a tanúvallomása szerint hét ember száguldott el egy fehér szedánnal, amelynek márkáját és modelljét nem tudta felismerni. Ez volt az utolsó alkalom, amikor a lányokat élve látták. Innentől rejtél, mi történt. Amikor a lányok aznap este nem értek haza a buliból, a szüleik aggódni kezdtek. Mivel ismerték egymást a lányok révén, így másnap mindannyian találkoztak. November 14-én este, nagyjából 9.30-kor a szülők bementek a helyi polgárőrségre, amely Pikasszentben található. Ironikus módon ez a polgárőr laktanya ugyanabban a háztömbben található, mint ahol a lányok a tutójára látták. A polgárőrség az országos rendőrség spanyol változata. A lányokat eltűntként jelentették, de a komoly keresés csak néhány nappal később kezdték meg. November 16-án hétfőn reggel a három lány még mindig nem ért haza. Szüleik tudták, hogy ez nem véletlen. A lányok nem szöktek volna el. Sosem csináltak ilyet, meg pénz nélkül amúgy sem jutottak volna messzire. Kezdettől fogva az volt a nézőpont, hogy a lányokat elrabolták. Körülbelül a következő hét folyamán a rendőrség kikérdezte a három lány barátait és rokonait, remélve, hogy olyan nyomot találnak, amely utalhat a hollétükre. Ekkor gyűjtöttem a polgárőrség szinte az összes tanúvallomást köztük az idős nő vallomását is, mi szerint a három lány pár férfival ült be egy fehér lépcsős hátú autóba. Mirian apja, Fernando Garcia lesz a nyomozás arca. Szorgalmas, aggódó apaként elkezd szerepelni minden olyan rádió vagy televízió műsorban, amely némi nyilvánosságot hozott az esetnek. Néhány nappal a három lány eltűnése után feltűnt a Ki tudja hol van című televíziós műsorban. Vele volt a három lány barátja Eszter is, akitől bulizdi indultak. Ez gondolom olyan műsor lehet, mint nálunk a Csellengők volt. A polgárőrség elkezdte bevetni a szokásos trükkjeit, és lecsapott minden olyan helyi elkövetőre, aki nemrég szabadult a börtönből. Amikor ez nem hozta meg a váróvár -vár sikert, kibővítették a keresést. A környező területen mindenkit kihallgattak, akinek valaha dolga volt a rendőrséggel. Ismét nem találtak semmit. Néhány hét elteltével a környéken már mindenki szerette volna tudni, hogy merre lehetnek a lányok. Alkasszer városi tanácsa több ezer szórólapot nyomtatott ki terjesztésre, amelyeken Tony, Desiree és Miriam képei voltak. Annak ellenére, hogy a következő hetekben az ország minden szegletéből kaptak tippeket, és még a közeli Granada és Pamplona területére is kiterjesztették a keresést, a polgárőrség nem volt közelebb a három lány megtalálásához. A spanyol belügyminiszter személyesen kezdett érdeklődni az ügyiránt, iránt, amelyel a nemzeti médiában kezdtek foglalkozni. Az ő felügyelete alatt a helyi polgárőrség és az országos rendőrség közös összefogásaként munkacsoportot hoztak létre. Ezt az OCO-ként emlegetett munkacsoportot központi műveletek egységeként ismerték. A központja Valenciában van, ami a legnagyobb város alkasszer és Picasso közelében. Az ügynek sikerült eljutnia egészen a spanyol kormányelnökéig, Filipe Gonzálezig. 1992 karácsony estején fogadta a három eltűnt lány családját, és meghallgatta könyörgésüket, és megígérte, hogy gyors megoldás reményében további erőket biztosít a keresésnek. A keresés kiterjedt a szomszédos nemzetekre, sőt a szomszédos kontinensekre is. Az ügyet továbbították az Interpolnak, amely megkezdte a közeleurópai és az afrikai országok hozzáadását a potenciális helyekhez, ahova elrabolhatták őket. Aki tudja, hol van karácsony részében, meglátogatták a családokat, és ők kérték a lakosságot, hogyha valaki tud valamit az esetről, akkor segítsen nekik. Ebben az időben Fernando Garcia felmondott a munkahelyén, hogy a lányával kapcsolatos dolgokat tudja intézni teljes munkaidőben. A következő hónapban azt tervezte, hogy Európa szerte több hírügynökséget is felkeres, köztük a BBC-t és a Sky News-t. A pápával még személyes találkozót is próbált megszervezni. Az ügy a következő hetekben továbbra is a spanyol média vezető híre volt. És természetesen ez alatt a rövid idő alatt, amíg Fernando Garcia elhagyta az országot, hogy elterjessz a lánya és eltűnt barátai hírét, megtalálták a három holtestet. Mint azt a bevezetőben említettem, Gabriel Aquino González és José Sala Méhészek 1993. január 27-én fedezték fel a három lány holttestét. A holtestek feltárását kezdettől fogva a hozzá nem értés jellemezte. A helyi bírónak, José Luis Bord bírónak több mint egy órába telt, mire eljutott a holtestek helyszínére. Egy másik holtest helyszínelését felügyelte egy szomszédos területen. Ráadásul, amikor a két méhész megtalálta a helyet, eredetileg azt hitték, hogy a földből kilógó kéz egy férfié, így senki nem sietett a helyszínre. Azt is érdemes megjegyezni, hogy ezen a napon, január 27-én döntött úgy a belügyminisztérium, hogy leváltja a lányok felkutatásáért felelős helyi munkacsoportot. A nap elején a Valenciában tartózkodó a keresést felügyelő csapatot visszaküldték Madridba és egy másik osztag váltotta fel Francisco Bueno kapitány vezetésével. A három lány, Tony, Desiré és Miriam holtestét egy nagy gödörben találták meg, amelyet hónapokkal korábban ástak ki. A három különböző bomlási szakaszban lévő holtestet egymásra rakva találták meg. José Luis Bordbíró a három holtest feltárásáért felelős bíró titkosnak nyilvánította az eset körülményeit. Ez megtiltotta a holtesteket felfedező két méhésznek, hogy beszéljen a médiával vagy bárkivel, és megtiltja, hogy bárki a szükséges felügyelet nélkül megközelítse a tett helyet. A helyszínt azonban órákkal a holtestek felfedezése után zárták le, így a helyszín népsége nem volt garantált. A helyszín feltárása szinte azonnal megtörtént. A holtestek gödörből való kiásása előtt senki sem készített fényképet a tett helyszínéről, és senki sem végezte el a terület alapos átvizsgálását. Az évek során ez sokaknak nagyon furcsának tűnt. A szokásos rendőrségi protokoll az egész világon az, hogy fényképet készítenek a tetthelyről, mielőtt bármit eltávolítanak, vagy valamihez hozzáérnek. Ebben az esetben a rendőrség és az segélygyújtók úgy döntöttek, hogy bármilyen fotózás előttük megbolygatják a helyszínt. Egyetlen fotó készült a holtestekről, de ebből semmi sem kivehető, mert csak a sáros ruhadarabot látni. A holtesteket kihúzták a gödörből, és a rendőrök felfedezték, hogy valamilyen nagy szőnyekbe voltak becsomagolva. A három lányból kettőt lefejeztek, és a kezüket valamilyen fekete kötéllel kötötték össze. A holtestekkel együtt azonban több tárgyat is találtak a gödörben. Idegennek tűnő ruhadarabok, kötél és papírdarabok, ilyesmi, szemét többé-kevésbé. Érdemes megegyezni, hogy a holtestekhez hasonlóan a rendőrök ezeket az egyes tárgyakat is lefotózták, miután kiszedték őket a gödörből. Tehát nem úgy, és nem akkora, hogy találták őket. Így nem lehetett tudni pontosan, hogy helyezkedtek el. Ezeket a tárgyakat utólag összeválogatták, lefotózták, és amit fontosnak gondoltak, begyűjtötték, a többi ott maradt a helyszínen. Találtak ugyan fontos dolgokat, de mint az előző videóban is, itt is pocsékul helyszíneltek a rendőrök. Ami biztos volt, a három holtest a három eltűnt fiatal lányé volt. Miután exhumálták a holtesteket, megállapították, hogy valamilyen szőnyekbe temették előket. Ez egy nagy zöldes szőnyeg volt, amely megbarnult a szennyeződéstől. A helyszínen különféle tárgyak kerültek elő. Egy nagy póló, amelyről a hatóságok úgy vélték, hogy az egyik áldozaté lehetett. A feltekert fehér póló belsejében a rendőrök két követ fedeztek fel, amelyeket a helyszínen hagytak. A gödörben és körülötte volt található egy szakadt bársonykabát. Egy papírlap, Olvasadatlan írással. A gödör alján a rendőrök egy töltényt fedeztek fel, ami pár centire volt belefúródva a talajba a lányok alatt. További vizsgálatok megállapították, hogy ezt a töltényt a Gekkó cég gyártja. A szomorú igazság azonban az, hogy a helyszínen előkerült bizonyítékok nagy részét műanyag helyezték, ahol határozatlan ideig tárolták. Ennek a hibának a szemléltetésére George Shiro, a louisiana állami rendőrség bűnügyi laboratóriumának törvényszéki tudósa elmondta, hogy semmilyen körülmények között nem szabad a nedves bizonyítékoknak két óránál tovább papír vagy műanyag zacskóban maradnia, mert amikor a nedves bizonyítékot lezárják, a baktériumok elszaporodnak és károsítják az értékes bizonyítékokat. Miután nem megfelelő módon exhumálták a testeket, és a talált bizonyítékokat is véletlenszerűen válogatták össze, megkezdődött a nyomozás. Ám a nap végelőtt a rendőrség letartóztatta a gyanúsítottat. A három lány eltűnése óta eltelt 75 nap alatt Alkasszer környékén mindenki a lányokat kereste. Emiatt a rendőrségre nagy nyomást nehezedett, hogy gyorsan cselekedjenek. Csak nem három hónapig nem sikerült megtalálniuk a lányokat, és most, hogy megtalálták a holtestüket, a rendőrség már alig várta, hogy gyanúsítottakat találjon. Mint mondtam, a nyomozók a büntény helyszínén több darabot is találtak abból, amit mi szemétnek tekinthetünk. Ugyan sok volt az olyan tárgy, ami egyáltalán nem fért bele a nyomozásba, de a gödör környéken a nyomozók találtak néhány papírdarabot. Amikor összerakták ezeket a papírdarabokat, rájöttek, hogy ez egy orvosi dokumentum a közeli Lafe egyetemi kórházból, amely néhány órára észak-keletre található. Ez a füzet egy járóbeteg tájékoztatónak tűnt, amelyet az előző évben állítottak ki. Az információk azt mutatták, hogy a csomag egy Enrique Angles nevű személyhez tartozott, és 1992-ben valamilyen nemű betegség miatt kezelték. Enrique Angles a kórházi dokumentumokban megnevezett férfinek nem volt különösebb dolga a rendőrséggel. Azonban azt gondolták, hogy közel állt a bűncselekményhez, de figyelmük Enrique testvérére, Antónióra és testvére barátjára, Miguelre terelődött. De ki is ez a két ember? Miguel Ricard 1969. szeptemberében született a spanyolországi Valenciában. Anyja elhunyt egy roham következtében, amikor Miguel mindössze három éves volt. Miguel alkoholista apja a következő 15 évben szinte folyamatosan bántalmazta a fiát. Miguelnek sokféle problémával kellett szembenéznie élete során. Ezek közé tartozott a félénkség, időnként agresszív magatartása volt, állandóan idegeskedett, ilyesmik. Ezek többsége az apjával ápolt bántalmazó kapcsolatból fakadt később Miguel drogokkal és alkohollal próbálta enyhíteni a szenvedését. 16 évesen abba az iskolát, hogy dolgozni kezdjen. Az elkövetkező néhány évben munka közben kábítószerekkel, például marihuánával és kokainnal próbálkozott. Bár soha nem lett rendszeres fogyasztó. Dolgozott itt ott, például egy farmon dolgozott tinédzserként, később pedig használt autókereskedőként dolgozott a 20-as évei elején. Egy barátnőjével ért néhány évig, aki terhes lett az első gyermekükkel. Majd Miguel bevonult a spanyol hadseregbe, ahol Malagára került. E rövid katonaidő után Miguel hazatért, és folytatta a bűnöző életmódját. Újra elkezdett kábítószert fogyasztani, és dolgozni sem igazán akart, ami végül a párkapcsolatának a rovására ment, és a barátnője kirakta őt. Miután szétváltak, Miguel egy régi barátjához, Antonio Angleshez költözött. Antonio, aki Miguel dílere volt, nem volt jó hatással Miguel életére. Ők ketten apró bűncselekményeket követtek el, ami végül a rendőrség látókörébe helyezte őket. Miguelnek 1992-ben két rövidebb börtönbüntetése volt, mindkettő autókkal kapcsolatos, ezekért alig egy hónapot ült börtönben. Miguel Ricard alapvetően egy piti bűnöző volt, aki autókat lopott, hogy kielégítse bűnöző életmódját, Drogokat és kaját tudjon venni magának. Annak ellenére, hogy António az 1990-es évek elején börtönben volt, Miguel Ricardnak megengedték, hogy Antónió családi otthonában szálljon meg Katarójában. Itt lakott António több családtagjával, köztük testvérével, Enríkével, akinek a neve az orvosi papírokon szerepelt, amit az exhumálás helyszínén találtak. António Anglesznek egészen más története volt. António Brazíliában született 1966-ban bár tényleges születési dátuma eltérő, de valamikor a nyár folyamán. António egy nagy család tagja, szüleinek Enrique Anglesznek és Neusa Martinsnak Antónioval együtt összesen kilenc gyermekük született. 1968-ban alig egy-két évvel António születése után a család Brazíliából Spanyolországba költözött. Az 1990-es évek elején az idősebb Enrique Angles kórházba került. Alkoholista volt, akinek viselkedése helyrehozhatatlan károkat okozott az egész családnak. A család anyja, Neusa Martins is áldozat volt. Sok gyermekes anyaként egy többnyire szeretett nélküli házasság csapdájába esett, és hosszú ideig bántalmazták, nem csak a férje, Enrique, hanem még a saját gyermekei is. Antonio, Apja nyomdokait követve bántalmazta családtagjait és ellopott tőlük dolgokat, hogy fenntartsa saját szokásait, belértve a kábítószert is. 1985 és 91 között António öt különböző alkalommal került börtönbe különféle bűncselekmények miatt. 1988 júniusában letartóztatták és elítélték megfélemlítéssel elkövetett rablásért. Körülbelül egy évvel később szabadult, és 1990. februárjában ismét börtönben találta magát többszörös bűncselekményekért, többek között a letartóztatásának való ellenállás és kábítószer kereskedelem miatt. 1991-ben elítélték egy eset miatt, ami előre jelezte, hogy a Pali nem százas. Minden egy zacskó heroinnal kezdődött. Egy nő, akit ismert, nevezetesen Núria Perra ellopott egy zacskó heroint, amit António néhány ügyfölének tervezett eladni. Ő egy drogos volt, így meglopta Antóniót. Büntetésül Antónió úgymond fogságba ejtette a fiatal nőt. Hazavitte családja otthonába, ahol még édesanyja és a többi testvére élt. Egy oszlophoz láncolt az egyik hátsó szobában, ahol órákon át verte Nuriát. Körülbelül 25 órán át ahhoz az oszlophoz volt láncolva. A bántalmazást a polgárőrség szakította félbe, akiket Antónió testvére értesített, miután elege lett a lány kínzásából. Ezután Antónió több mint hat évre ítélték. Nem csak emberrablás és személy szabadság megsértése miatt ítélték el, de a rendőrség kábítószer kellékeket is talált az Antónióhoz tartozó házban. Az itt lakók közül, akiket bűnpártolással vádoltak, nem csak Antónió testvérei voltak, hanem Miguel Ricard is. Azonban végül Antónió volt az egyetlen, akit bármiért elítéltek. Meglepő módon azonban Antónió csak egy évet töltött le a börtönbüntetéséből. Ennek nem az az oka, hogy feltételesen szabadlábra helyezték, hanem a büntetés végrehajtási szolgálat munkatársaitól kapott egy hatnapos eltávot. 1992. március 5-én, kevesebb mint egy évvel azután, hogy elítélték Núria Perra elrablása és megverése miatt, Antónió csaknem egy hétre szóló engedélyt kapott, hogy elhagyja a börtönt. Ezt az adót eltelt évek során alaposan megvizsgálták, különösen ha figyelembe vesszük, hogy Antónió március 5-én elhagyta a börtönt, és egyszerűen soha nem tért vissza. Amikor lejárt a hatnapos eltávja, a börtön személyzete csak pislogott, hogy emberük nem tért vissza letölteni a maradék öt évet. És a legdurvább az, hogy valakinek az alkalmatlansága miatt csak szeptemberben adta ki elfogató parancsot Antónió angles ellen. Egész pontosan szeptember 10-én, több mint 6 hónappal azután, hogy egyszerűen megszökött az 5 éves börtönbüntetés elől. A nyomozók az anglesz családra összpontosítottak, akik a spanyolországi Kattaróha városában a forgalmas Kamireál utcában laktak. Kattaróha csak egy rövid távolságra volt alkasszertől észak-keletre. Ebben a nagy házban Antónió több rokona is lakott, köztük az anyja Neusa és a testvérei Erike és Kelly. Erike volt az a testvér, akinek a neve szerepelt a kórházi dokumentumokon, akit az előző évben nemi betegség miatt kezeltek. Ott volt a fiatalabb nővérű Kelly barátja is, akit a két testvérrel együtt letartóztattak. Amíg a rendőrök a család házánál voltak, kiadták a házkutatási parancsot, ekkor megérkezett a főgyanúsított is. Este 7 és 8 óra között lehetett, amikor Miguel Ricard hazatért Antonio két testvérével, Mauricioval és Ricardoval. Miguel nem futott el, mikor meglátta a rendőröket, így mindannyiukat letartóztatták, és a közeli polgárőr laktanyába vitték kihallgatásra. Évfél körül történt, hogy a rendőrség végre kihallgatta Miguelt, miután először az angles család tagjaival beszéltek. Miguel Ricardot egy szobába vitték, ahol több nyomozó várta. Elmondta nekik az alapvető információkat, például a nevét és azt, hogy az elmúlt decembert börtönben töltötte járműlopás miatt. Miguel azt mondta a nyomozóknak, hogy egy fehér Opel korzát vezetett, egy olyan autót, amely lazán illeszkedik annak a járműnek a leírásához, amelyben a lányok eltűntek. Innentől kezdve a rendőrség fő kezelte és figyelmen kívül hagyta az összes többi lehetőséget. A nyomozók érdeklődtek Migueltől a járművével kapcsolatban, és megkérdezték, hogy kölcsönadta-e valaha valakinek. Először habozott nemet mondott, de aztán bevallotta, hogy alkalomattán kölcsönadta barátjának, Antonio Anglesnek. Ez azonban ellentétben állt azzal, amit Antónióról tudtak a rendőrök, hogy nem volt jogosítványa és nem tudott vezetni. Ezen az első kihallgatáson Miguel nem ismeri el, hogy az előző hónapokban egyáltalán látta Antóniót. Azt mondja, hogy a két férfi több mint egy évtizede barátságban van, de nem tudta, hogy hol van a másik férfi, és már jó ideje nem is látta. Elismerte, hogy Antonio agresszív ember, és lehet, hogy olyan problémái voltak mentálisan, amelyek veszélyt jelenthettek másokra. Miguel azonban hangsúlyozta, hogy Antonio testvére Enrique ártatlan, és kijelentette, hogy a légynek sem tudna ártani. Antónióról ugyanakkor az ellenkezőjét állította, Alapvetően elismert, hogy a szökevény képes volt elkövetni ezt a bűncselekményt. A rendőrség furcsált néhány dolgot Miguel Ricard önkéntes vallomásában, ezért úgy érezték, hogy nem kerek a történet. Először is azt gondolták, hogy Miguel tudta, hogy hol van Antonio. Nem kajálták meg, hogy Miguel hónapok óta nem látta barátját, és tovább tapogatóztak ezen a nyomon. Ugyanakkor felkeltette az érdeklődésüket, a kérdéses éjszakára adott néhány válasza is. Amikor arról kérdezték, hogy hol volt 92. november 13-án, Miguel folyamatosan azt mondta, hogy börtönben volt. A rendőrség tudta, hogy december nagy részét börtönben töltötte járműlopás miatt, de nem volt feljegyzésük arról, hogy börtönben lett volna azon a pénteken, amikor a lányok eltűntek. A börtön gyors felhívása igazolta a gyanújukat. A börtönőrök nem találtak feljegyzést arról, hogy Miguel ott lett volna, amikor a lányok eltűntek, és alibi nélkül ez elég volt a nyomozóknak. A fehér Opel korza, amelyet Miguel vezetett, a keresett jármű leírásának megfelelő volt. Körülbelül hajnali 5 óra 40 perckor Miguel Rikártnak felolvassák a jogait egy fogdában, és hivatalosan is vádat emelnek a három lány meggyilkolásának bűntársaként. Letartóztatási papírján azt állítja, hogy nem akar tanúskodni, és nem is akar ügyvédet sem. Mindkettő 24 órán belül meg fog változni, miután a polgárőrség hivatalosan is kihallgatja gyanúsítottként. Most egy kicsit kényes téma következik, ha valakit ez érzékenyen érint és nem akarja hallani, hogy mi történt a lányokkal, az inkább tekerjen bele pár percet. A rendőrségnek ekkor még nem volt tudomása arról, hol ölték meg a három lányt. A Laromána hegyvidék régióban találták meg őket, ahol minden adott volt egy ilyen bűncselekmény kivitelezéséhez. Nem volt vér vagy bizonyíték a tethely körül, amely arra utalt volna, hogy ott tölték meg őket. Január 28-án, miközben Miguel Riccard egy cellában ült, hat orvos a három áldozat boncolásának megkezdésére készült. Fernando Verdu és Francisco Rossz orvosok által vezetett hatosból hiányzott a szokásos felügyelő orvosszakértő vezetése. Aki szabadságon volt. A holtesteket a megtalálásuk sorrendjében vizsgálták meg. Az első test Tony Gómez Rodríguezé volt. Egyike volt annak a kettőnek, akinek a holtestét a fejük nélkül találták meg, ami arra késztette a nyomozókat, hogy valami oka lehetett, hogy ezt tették vele, ezt azonban sosem igazolták. A többi áldozathoz hasonlóan Tony kezét is megkötözték a háta mögött. Ő volt az az áldozat, aki az órát viselte, amelyet a laromádai méhészek észrevettek, és így találták meg a holtesteket. Nem erőszak nyomai voltak felfedezhetőek rajta, bár még szűz volt, így azt feltételezték, hogy ez análisan történt. Néhány órával később az orvosok a második testet vették elő. Ez volt Desiree Hernandez Folk holteste. Neki is hátrakötötték a kezét, és a karja ki volt csavarodva. Az első áldozathoz hasonlóan az ő fejét is levágva találták a testétől. Azonban az okni nélkül találták meg, amire nem találtak magyarázatot. Ebben a holtestben mindenkit az döbbentett meg a legjobban, hogy Deziri egyik melbimbóját eltávolították egy tompa tárgyal. Ez lehetett egy életlen kés vagy csípőfogó ilyesmi. Az áldozat nemi szervének megvizsgálása szintén nem erőszak jeleit mutatta, mind vaginálisan, mind análisan. Őt is fejbelőtték, de a testén voltak szúrcsebek is. Január 28-án éjjel 3 órakor az orvosok tovább mentek a harmadik áldozathoz, Miriam Garcia Iborra holtestéhez. Deziréhez hasonlóan Miriamot is zokni nélkül találták meg. Ami a leghátborzongatóbb volt, az Miriam jobb keze, amelyet a nyomozók sosem találtak meg, és a többi áldozattól eltérően valószínűleg alapos verés szenvedett el a fogvatartói által, mivel több foga hiányzott. A második megvizsgált holtesthez hasonlóan nála is különböző nemi erőszak jelei mutatkoztak, de megdöbbentő módon nemi szervén a halála után keletkeztek a sérülések. Ha belegondoltak, ez egy nagyon durva tortúra lehetett. Nem elég, hogy megerőszakolták vagy megverték őket, de még a karját is kitörték vagy eltávolították a lányoknak, a fejükről nem is beszélve, bár akkor már nem éltek milyen félelem lehetett bennük ez alatt a mészárlás alatt, és milyen kis dolgokon múlik az emberi élet akár nap, mint nap. Beülsz egy autóba, és ez történik. Ha nem ülnek be, lehet még ma is vígan élnek. A második boncolást január 29-én végezték el, mindössze egy nappal az első boncolás után. Ez nagyjából este 9.30-ig tartott, és természetesen Miguel Ricard néhány órával később újabb beismerő vallomást tett, hogy tisztázza, mire gondolt állítólag előző este. Tudták, hogy a lányokat megerőszakolták és meggyilkolták, és valószínűleg megkínozták őket. Ám az első boncolás során a holtestek vizsgálatáért felelős csapat valami elképzelhetetlen amatőr hibát vétett. A boncolás során vízzel megtisztították a holtesteket. A testükből előkerülő törvényszéki bizonyítékok nagy része mostanra végleg eltűnt, Szó szerint a lefolyóban. A második boncolás mögött álló személy dr. Luis Frontella Carreras, a közeli Szeviai Egyetem professzora, kritizálta az első boncolást a bizonyítékok nagy részének tartós megrongálása miatt, mint például a holtesteken talált szőrszálak egyetlen tartályba gyűjtése, szükségtelen amputációk végrehajtása, valamint olyan bizonyítékok eldobása, amelyek később hasznosak lettek volna az igazságügyi szakértők számára, Ilyenek voltak a testen talált lárvák. Sajnos a rendőrségnek alig vagy egyáltalán nem volt bizonyíték arra, hogy a gyanúsítottat a bűncselekménnyel összefüggésbe hozza. Történetesen hasonló autója volt, mint amiben a lányok beszálltak, és egy papír egy ismerős nevével, amit a bűncselekmény közelében találtak. A helyszínt felderítő nyomozók alkalmatlanságának köszönhetően fogalmuk sem volt, honnan származik az Enrique Angles nevével fémjelzett dokumentum, ami biztos volt, hogy nem a gödörben találták. Tehát a rendőrség az őrizetben lévő férfira összpontosított, ez volt Miguel Ricard. Az első beszélgetése a rendőrséggel eredménytelen volt. Antonio Angles-szel és a fehér oper korzával való kapcsolata alapján rengeteg lehetőséget teremtett a rendőrség számára. Miguel azt hitte, hamarosan hazamegy, de a letartóztatása után a következő húsz óra csak találgatás. Nem lehet tudni, hogy Miguel Ricardot milyen körülmények között tartották fogva, kivel beszélt, stb. Másnap, január 28-án bevallotta, hogy részt vett a bűncselekményekben. Az nem tudni, hogy milyen körülmények között jött létre ez a vallomás, amit a fogvatartása után majd egy nappal kaptak a rendőrök. Annyit tudunk, hogy Miguelnek nem volt szabad enni és aludni ebben az időszakban. Ebben a vallomásban, amelyet alá is írt, hozzávetőleges ütemtervet ad a nyomozóknak, arról, hogyan rabolták el ő és Antónió a lányokat. Miguel első vallomása azzal kezdődik, hogy ő és Antónió egy meg nem határozott időpontban vitték el a három lányt, és a lányok készségesen mentek velük. Állítása szerint ekkor egy kék seatot vezetett. Ez egyértelműen ellentétben áll az állítólagos emberrablók által használt autóval, ami egy fehér szeddán volt. De minden esetre Miguel azt állítja, hogy Antónióval ketten vitték ki a három lányt Larománába. Elmondása szerint a lányok nem ellenkeztek az út alatt. Nyilvánvalóan, amikor eljutottak Laromána egy elhagyatott részébe, Miguel vallomásában azt állítja, hogy szexuális kapcsolatot létesített a 14 éves Dezrével, míg Antónió a másik kettővel ment el az éjszakába, a 14 éves Miriammal és a 15 éves Tonival. A vallomása szerint minden egyetértésben van a lányok és a két idősebb férfi között. Alapvetően azt mondja, hogy ő és Dezré szexeltek, nem pedig azt, hogy megerőszakolta. Aztán Miguel elmondja, hogy körülbelül 20 perc telt el, mire három lövést hallott a távolból. ezen a ponton a dolgok homályossá válnak. Nem mondja el igazán, hogy mi történt Dezrével, hogy ő ölt el meg, vagy Antónió jött vissza a távolból, hogy megölje. Miután a három lány meghalt, a két férfi egy közeli házhoz hajtott, hogy felvegyenek egy szőnyeget, amiben bebugyolálták a három lányt. Azt nem részletezte, hogyan sikerült a gödröt kiásni ásó is lapát nélkül, még ha nem is olyan hidegek ott a telek. A rendőrségnek nem sok mindene volt még így sem. A vallomás, a kocsi és az orvosi lelet. De volt egy kapcsolat, ami összekötötte ezeket, egy Antonio Angles nevű férfi, aki, mint azt mindannyian tudjuk, rossz fiú volt, erőszakos múltal. A rendőrségnek azonban volt néhány fontosabb problémája, nevezetesen, hogy Antonio Angles hivatalosan körülbelül egy éve nem látták. Továbbá Antonio sok barátja és családja azt mondta a nyomozóknak, hogy a pali meleg. Ez csak azt jelenti, hogy a rendőrség megpróbálja másképpen megfogalmazni a narratívát. Ahelyett, hogy kijelentette volna, hogy Antónió ezeket a bűncselekményeket élvezetből követte el, azért tette, mert gyűlölte a nőket. Természetesen azt gondolná az ember, hogy ezt az ügyet úgy is meg lehet oldani, hogy egyszerűen behozzák Antóniót, és megnézik, hogy az ő története egyezik-e Miguel történetével. Sajnos Antóniót nem találták meg azóta sem, Jelenleg is keresőjött minden fontosabb rendőri szerv, de nyom nélkül eltűnt. De mi is történhetett vele? Ahogy azt már említettem, Antóniót még 1992. márciusában idéglenesen kiengedték a börtönből. Szeptemberben elfogató parancsot adtak ki ellene. Novemberben az alkasszeri lányok eltűntek. Itt voltunk most januárban, majdnem egy évvel azután, hogy elhagyta a börtönt, és azóta hivatalosan nem látták. Legykák keringtek arról, hogy Antónió családjának többi tagjával élt, de a rendőrség soha nem foglalkozott ezzel, hogy ellenőrizzék igaz-e. Annyit tudunk, hogy elvégezték ezeket az ellenőrzéseket, és nem találtak semmit. Nincs feljegyzés arról, hogy a rendőrség bármit is lépett volna az elfogató parancs után. Kielentették, hogy Antónió erőszakos természete, édesanyjával való bántalmazó kapcsolata, valamint egykori ismerősének elrablása és megverése miatt, akit a család otthonában egy oszlopoz láncolt, arra következtettek, hogy Antónió megvetette a nőket. Ez volt az ügyész állítólagos indítéka a bűncselekmény elkövetésére. Antónió nem akarta elrabolni és megerőszakolni ezt a három tinédzsert. Azért rabolták el őket, mert gyűlölte a nőket. Miguel pedig nyilván azért ment bele, mert félt Antóniótól, és nem akarta megingatni a bizalmát február 5-én, nagyjából egy héttel Miguel Ricard letartóztatása és beismerő vallomása után a rendőrség kijelentette, hogy elvesztették Antonio Angles nyomát. Antonio menekülése közben macskegér játékot játszott a rendőrökkel. Annak ellenére, hogy Spanyolországban a legkeresettebb és legismertebb bűnöző volt, mindig egy lépéssel a rendőrök előtt járt. Az ország több pontján látták őt, embereket fenyegetett fegyverrel, hogy szállítsák előtt bizonyos helyekre, Szállodákban szállt meg, de mire a rendőrségnek tudomására jutott, már csak a hűt helyét találták. Autókat lopott, de a rendőrségi ellenőrző pontok előtt mindig lerakta a ropott járművet, és gyalog menekült tovább. Hamis iratokat gyártott, hol barna, hol festett szőke haja. Ezt António hosszú hetekig sikeresen játszotta. Egy idő után a portugál rendőrség fülébe jutott, hogy Antónió a környékükön van. A központi brigád gyilkosságnyomozói, 1993. március 24-én kezdték meg a kutatást a portugál főváros Lisszabon környékén. A plegykák egy portugál drogfüggőtől származtak, akit Joachim Karvajónak hívnak. Aki több mint két hétig látta vendégül António Angleszt. António régóta ismerőse volt, mondhatni barátok voltak. Ennek a barátságnak azonban vége szakadt, amikor António ellopta Joachim útlevelét és azt tervezte, hogy Brazíliába hajózik. Ezek után megint nyoma veszett pár napra, majd a rendőrség azt a füles kapta, hogy a City of Plymouth nevű teherhajón Írország felé tart. A bejelentést a hajó személyzete tette, akik pár nappal az indulás előtt megtalálták a hajón bujkáló potyautast. Az Interpol és az ír rendőrség már várta Antóniót az ír kikötőben, de akkor ismét egy váratlan fordulat történt. Antóniónak nyoma veszett a hajóról. A hajón dolgozók elmondása alapján amikor a kikötő felé közeledtek, Antónió a vízbe ugrott. Van, aki azt állítja, hogy mentőmellényben, van, aki azt állítja, hogy mentőmellény nélkül. Ami biztos, hogy itt látták őt utoljára. Ha vízbe fult volna, a testét partra kellett volna sodornia a tengernek. De ilyen sosem történt. Így Antónió angleszellem ma is érvényben van a Nemzetközi Elfogató Parancs. Többek között Antónió volt az egyik gyanúsítottja annak a három nő eltűnését érintő esetnek, ami 93 és 97 között történt Írországban. Mivel sem Antóniót, sem a három nő holtestét nem találták meg, így az esetek megoldatlanok maradtak. Miguel Ricard 1993. március 2-án részletesebb beismerő vallomást tett, amelyben sok olyan részletet kitöltött, amelyek eddig a rendőrségnek hiányoztak. Azt mondta a rendőrségnek, hogy a lányok elrablásának tervét Antónió nőkkel szembeni gyűlölete ihlette, és hónapokkal korábban hangot adott már ennek a tervének. Most világossá vált, hogy Miguel és Antónió ezeknek a szörnyű bűnöknek az elkövetésére készült, amikor 1992 november 13-án elhagyták kattorajai otthonukat. Ebben a vallomásban Miguel azt is tisztázta, hogy milyen fegyvert használtak. Ez egy 9 mm-es pisztoly volt, amelyet Antonio illegálisan szerzett meg, és egy pár kisebb bankot rabolt ki vele. A vallomásában kijelentette, hogy miután segített Antóniónak elrabolni a három lányt, és elvitte őket a Larománának nevezett elhagyatott területre, jelen volt a három lány brutális megerőszakolásánál és bántalmazásánál. A három lányt megkötözték és megerőszakolták, nem csak Antónió, hanem Miguel is, akit Antónió fegyverrel kényszerített. Ezután Antónió egy bottal bántalmazta a három lányt. Ezután Miguel leírja, hogy ő és Antónió elmentek a közeli Katadáú városba, ahol lettek az egyik étterembe, majd visszamentek a lányokhoz. Itt tovább folytatták a kínzást és az erőszakot, majd amikor meghaltak a lányok, egy csákányjal és egy kapával kiásták a gödröt. Az egyik romos épületből hoztak egy szőnyeget, beletekerték a lányokat, betemették a gödröt és elmentek haza. Miguel Ricard pere 1997 májusában kezdődött, több mint négy évvel a letartóztatása után. Ennek a késedelemnek a fő oka a DNS-teszt volt. A technológia fejlődése lehetővé tette a törvényszéki szakértők számára, hogy egyre több bizonyítékot teszteljenek, beleértve a holtesteken felfedezett szőrszálakat és a szőnyeget, amelybe a lányokat eltemették. A boncolás során 15 különböző személytől származó szőrszálat találtak, amelyek a három áldozat testéről kerültek elő. Ezt a 15 hajszálat tesztelték Miguel Ricard és Antonio Angles DNS-ére, amelyet a rendőrség nyilván tartott. Egyik hajszál sem illet, egyik férfihez sem. A szőrszálak közül 12 határozottan nem egyezik, míg a fennmaradó hármat nem lehetett tesztelni a szőrszálak károsodása vagy a szennyeződés miatt. Szóval a rendőrségnek még mindig semmi konkrét bizonyítéka nem volt Miguel ellen. Se fegyver, se tethely, semmi. Csak a hasonló kocsi, amivel beültek a lányok, a pár orvosi papír, amin egy ismerős a neve szerepel, valamint a vallomása, amit vissza is vont, mivel azt állította, hogy kényszer hatása alatt született, és csak az aláírása volt valódi rajta. Ennek ellenére folytatták a tárgyalást. Az évek során pár ügyvédet elfogyasztott Miguel, mire sor került a tárgyalására. Ami 1997 májusában kezdődött, és három hónapig tartott. A per 1997. július 30-án zárult, a közvélemény lélegzet várta, hogy megtudja Miguel Ricard sorsát, ami több mint egy hónapba telt, mire kiderült. 36 nappal később, 1997. szeptember 5-én Mariano Thomas Benitz bíró 170 év börtönbüntetés szabott ki Miguel Ricardra, miután az ügyészség bebizonyította a bűnösségét. A különböző bűncselekmények, amelyekben bűnösnek találták a következők voltak. Emberrablás, gyilkosság, nem erőszak, szexuális zaklatás, tiltott lőfegyvertartás és a gyilkosság leplezése. Ha most azt gondoljátok, hogy a 170 éves börtönbüntetés elég arra, hogy sose szabaduljon ki, akkor tévedtek. 2013-ig ez így is volt. Ez egy tényleges életfogytinglan lett volna, ha csak nem él 200 évig, de 2013-ban egy rab beperelte a spanyol államot az Európai Bíróságon, mi szerint a raboknak túl sok ennyi idő, és befordulnak a rácsok mögött. Így a maximális idő, amit börtönben tölthetnek, 2013 óta az 30 év lett. Mivel behozták ezt a parod doktrína nevű rendszert, több száz évtizedek óta bebörtönzött rab szabadulhatott a börtönből. Igen, Miguel Ricard is 21 év után 2013-ban újra szabad ember volt. Ekkor újra felkapta a sajtó de csak egy telefonos interjút adott, ahol azt bizonygatta, hogy ártatlan. Nem sokkal szabadulása után eltűnt a reflektorfényből. Miután egy ideig dél franciaországban élt, 2020-ban Madridban bukkant fel újra, amikor a rendőrség azonosította, miközben kábítószer szeretett volna vásárolni. Mint mondtam, António Angles nyom nélkül eltűnt Írország partjainál. Vagy meghalt, vagy megmenekült, ezt mindenki maga eldöntheti, így őt nem tudták felelősségre vonni azóta sem. Elég hosszúra sikerült ez a történet, bár így is csak a sztori lényegesebb felét mondtam el. Itt is kritikán aluli volt a rendőrség munkája, ugyan találtak bűnöst, aki mindvégig tagadta, hogy lett volna az esethez. Ennek ellenére bizonyítékok hiányában elítélték. Ha véleményed van a történetről, az kommentben megoszolod velünk, már ha elérhető marad, mert elég 18 pluszos történet, ha tetszett, nyomj egy lájkot, találkozunk legközelebb.